Bemutatták a 17. Büntetőjogi Tanulmányok című kiadványt a győri törvényszéken. A könyv a jogi szakmában dolgozók publikációi alapján született, és a szakmai napon ezeket az írásokat elemezték. Az idei kötetben 12 szerző közölt a jogi szakma területéről különböző anyagokat. Megszólalhatnak tapasztalt bírák, megszólalhatnak más jogi szakterületen dolgozók, akár közjegyzők, ügyvédek, de megszólalhatnak benne joghallgatók, bírósági titkárok és bírósági fogalmazók is. Egy-egy témát felvállalnak, egy-egy témát a tudományosság igényével megpróbálnak feldolgozni, és ennek a témának a bemutatása alapul szolgál a későbbi nemzedékek számára, meg saját magunk számára is a munkánk elvégzése során. Egy végzett hallgató például a Poligráfa büntetőeljárásban címmel írt publikációt, ez is megjelent a tanulmányban, ez főleg a nyomozók munkáját segítheti. A bizonyítási eljárás során van nagy jelentősége, főleg a nyomozóhatóságnak a munkáját segíti a poligráfos vizsgálat, és hát ugye ezt tárgyalja a dolgozatom, hogy mennyire lehet bizonyítékként figyelembe venni a bírósági szakaszban. A kötet azért is fontos, mert ahogy a bemutatón fogalmaztak, aki egy nagyon komoly tanulmányt meg tud írni valamilyen büntetőjogi témával kapcsolatban, annak nem okozhat gondot egy méltányos és igazságos ítélet meghozatala.